31 játékos jelent meg a Kisvárda első szezonbeli edzésén, de közülük jó néhányan egyelőre csak próbajátékon vesznek részt az NB2 rajtjára készülő csapatnál. A tavalyi keretből távozott Ivancsics, Talabér, Rajci, Mincér, Fodor András, Fodor Ferenc és Erős Gábor. Utóbbi Kocsis Jánossal pályaedzőként segíti az új tréner Kondás Elemér munkáját. A kapusedző Petranics Szergely helyét Szabó Attila vette át, erőnléti edzőként pedig Vas Dávid dolgozik a játékosokkal. Akik közül a Cigándról kölcsönből visszatérő Molnár Róbert és a Szolnokról érkező kapus Molnár F. Tamás számít új fiúnak. A vezetőedző szerint dolgoznak azon, hogy minél hamarabb kialakuljon a végleges keret. Ez folyamatosan ki fog alakulni. Most azért is vagyunk sokan, mert ugye a fiatal szabály miatt már a múlt héten is néztünk játékosokat, és most is még ezt a hetet és még a jövő hetet is arra fogjuk szánni, hogy ezeket a fiatal embereket megtaláljuk, és nyilván szeretnénk még minőségi játékost is igazolni, de először ezeknek meg kell találni a helyét, hogy hogyan tudjuk őket a csapatba illeszteni. Természetesen ki fog alakulni a keret. Én azt szeretném, hogyha a jövő hét végére már kialakulna a keret, és utána tudnánk dolgozni együtt. A kisvárdai csapat végig hazai környezetben készül, az első felkészülési meccset pedig a jövő hét végén játszó Kondás Elemér együttese. Ma, holnap után délelőtt edzünk, egy edzés van, jövő héten már bejönnek a két edzések, és jövő hét végén játszunk egy edzőmérkőzés Debrecenbe, ahol a játékosok fél időt játszanak. Aztán a következő héten megint ugye teljes hét van, ahol két edzések szerepelnek a programba, és annak a hétnek a végén szintén van egy edzőmérkőzés, ahol még szintén egy fél időt játszanak a játékosok. Utána az elkövetkező hétvégén viszont már teljes 90 percet, tehát két meccset tervezünk, ahol a játékosok 90 percet fognak kapni, és a következő hétvégén is, tehát az utolsó előtti hétvégén is 90 percet kapnak, és utána pedig jön a bajnoki. Az NB2-ben a legutóbbi szezonhoz hasonlóan 20 csapat szerepel majd, az első fordulót pedig július 30-án vasárnap rendezik a másodosztályban.